Úgy érzem, engem a királyra tett eskünk kötelez. Van az úgy, hogy egy ország a szívébe zár egy színművészt, vagy valamelyik alakítását. Így történt ez Bárány Frigyes esetében is. 90. születésnapja alkalmából pályatársaival idézzük fel a színpadon eltöltött aktív éveket és lehengerlő pillanatokat. Jöjjenek velünk, kezdődjön az időutazás! Színészi éveket és sikereket megelőzően komoly döntést hozott Bárány Frigyes. Eredetileg az esztergomi bencéseknél maga is felöltötte előbb a kék, majd a fekete reverendát. Sikerrel kezdte teológiai tanulmányait, majd mégis bejelentette távozását. 1952-t írunk. Öccse révén a sport- és játékboltvállalathoz került, ahol színjátszó csoport működött. Aki részt vett a játékban, mentesült a kötelező politikai foglalkozásokon való részvétel alól. A csoportot a Nemzeti Színház művésznője Makai Margit vezette. Így kezdődött a Tália papjának karrierje. Saját emlékezete humorosan így idézi az első jelenetek gyakorlását. Emlékszem, az egy Piccolo Sör című humoros kétperces volt az első, amiben szerepet kaptam. A jelenet végén meg kellett csókolnom a színpadi partnerem, de egészen a főpróbáig soha nem jutottunk el eddig. Képzelhetik, mennyire ügyetlen voltam. Hát akkor jöttem ki a papoktól. Úgy égtem, mint a rongy. Nekem mindig olyan izgalmas, csodálatos dolog volt, hogy a világ két végéről jött, ugye a cölibátusból a pap növendékként, ugye úgy kezdte, és onnan a színészetbe, szóval azért az a világ két vége volt, és néztem, hogy azt mondták a lányok, hogy ő nagyon szép fiú volt, hát nem tudom most milyen már így 90-esen, de a karaktere egy ilyen kipejezetten ilyen bombiván és a rezonőr környékén okos volt, okos színész volt, értelmesen, gyönyörű szépen beszélt, úgyhogy a rendes papnak készült, csak Tália pap lett belőle, átállt erre a szoros és fegyelmezett világból, a link és színes világba. Játszottunk együtt, és akkor mintha ilyen vetélytársak lettünk volna, teljesen jogtalanul én nyertem. Hát én azt tudnám neki javasolni, vagy instrukcióként adni, hogyha bírja, akkor még egy ilyen 90-et nyomjon le. Pályafutása Baltazár szerepével kezdődött 1957-ben a Rómeó és Júlia című darabban a Dériné Színházban. Ez a vándorszínész élet jelentette számára a főiskolát és a tanulás időszakát. Debrecenben felfigyeltek rá és szerződtették. Ebben az időszakban indult filmes karrierje. Első filmszerepe meghatározta a nézőkkel való viszonyát és emlékezetessé tette nevét és karakterét a közönség számára. A Jókai regény filmváltozatát, az Aranyembert 1962-ben mutatták be. Kacsuka kapitány és Tíma a szerelme a nézők szeme előtt bontakozott ki. Miért nem úgy hordja, mint az előtt? Gyönyörű haja van. Kedves Frigyes, bár nekem mindig Frici maradt, szeretettel gratulálok ezen a jeles napon, és több mint fél évszázada volt az első találkozásunk, és nagyon nagy szeretettel emlékszem rád, hiszen három kezdő filmszínész találkozott akkor, a Csorba Andris, Bárány Frigyes és Béres Ilona. Ez volt az első igazából nagy film, amiben aztán mi együtt voltunk. Nagyon jó kollégák voltunk, és nagyon jól éreztük egymást, sőt egy icipicit meg is hamisítottuk Jókait, mert hiszen Jókainál Tímea egyedül marad. De az egyik utolsó felvétel, amikor ott ágyban fekszem, önkéntelenül felemeltem a kezemet, és te nagyon jó kollegiális érzéskel megfogtad a kezemet. Tehát egy kis reményt adtunk a fiataloknak, hogy hát ha ők együtt maradnak, és van közös jövőjük. A film siker visszacsábította Budapestre, nem sokára a József Attila Színházhoz szerződött, ahol a jó szerepek mellett a rádióban és a tévében is dolgozott, és a szinkronizálásban is kiteljesedett. Győrben és Szolnokra, majd később Pécsre szerződött, ahol 7 évet töltött el. Itt találkozott Bozóki Istvánnal, aki mint igazgató nagy örömünkre különleges ajánlattal Nyíregyházára szerződtette.
hogy mondta, hogy hát, hogy mi legyen, nem tudja, hogy mi lesz, de úgyis annyi pénzt majd bemond, amennyiért úgyse fogják leszerződni. És akkor bemondott egy olyan összeget, amit azt gondolta, hogy azonnal nem lehet mondani, és akkor azt mondták neki, hogy jó, akkor gyere. Utána már nem lehetett visszautasítani, meg nem akart visszakozni. Úgy szerződött a városunkba, hogy egy évadban két szerepet vállaltál, ugyanis akkor még Pesten lakott, és a tévétől, rádiótól megkapta a megbízásait. Az első előadást, az Urimurit imádták a nézők. Elkezdte figyelni és megérteni a színész és a közönség viszonyát. A következő évadban több szerepet kért, amelyeket meg is kapott. Bár Budapesten született, tanult és dolgozott 4 évtizeden keresztül, Nyíregyházán találta meg otthonát. Nagyon megszerette a várost és a kollégákat is. Amikor én végeztem a kaposvári főiskolán, akkor egyből Nyíregyházára szerződtem, és abban az öltözőbe kerültem, amiben ő is öltözött végig az ott léte alatt, a színházban való munkája alatt, és ugye egy öltözőben vagyunk, ezért elkezdtünk sokat beszélgetni, én pedig áhítattal hallgattam. És el is kezdtem egy idő után vezetni egy naplót, hogy mindig terve volt, vezessek egy naplót arról, hogyha valami nagyon megtetszik, vagy olvasok a könyvből, kiírok dolgokat, idézeteket, és igazából ezt a Fritzi bácsi miatt indítottam el, és erre már nem is emlékeztem, csak most, hogy beszéltünk, hogy megcsináljuk ezt az interjút, elővettem ezt a naplót, és akkor döbbentem rá, mert ebben rengeteg minden van, de akkor döbbentem rá, hogy valójában azért kezdtem tulajdonképpen el, mert meg akartam, hogy maradjon a fejemben, nem akartam elfelejteni ezeket a történeteket, amiket ő elmesél az életéről. Csodálatos élmények. És például a legelső, ami az egyik legfontosabb volt, hogy mindig rám szólt, amikor hívtak engem a színpadra, hogy Zolikám, Slipszed rendben van. És hogy ez is nagyon fontos volt, mert mondta, hogy neki az egyik első színpad élményén úgy maradt, és azóta mindig megnézi, amikor elindul az öltözőből, meg amikor takarásban vár, hogy az rendben legyen, és ezt megjegyeztem egy életre. Igazi úriember, tehát rosszat nem tudok rámondani, ő soha nem volt ideges, mindig felkészült volt, őt nem lehetett megzavarni, ő beleburkolódott az ő maga lelki világába, és ő tette a külső zajok meg egyebek, őt abszolút nem érdekelte. Ő csinálta, tette a maga dolgát. Ő egy nagyon nyugodt ember, volt, semmi probléma nem volt vele. Ő neki, hogyha normálisan ki volt készítve a ruhája, cipője, ki volt tisztítva, ki volt vasalva, minden, ő hozzá nem szólt az emberhez, hogy ez nem jó, vagy az nem jó. Semmi ilyesmi nem történt vele. 30. évfordulót ünnepeltük, nem tudom, akkor volt egy dolog. Hát ez a legelső évadban volt, amikor az Urimurit csináltuk, és akkor volt rajta egy ilyen csizmanadrág, és kiszaladt a színpadról, hogy kiszakadt a fenekén a nadrág. Hát ugye én a nyírfából jöttem, mint eladó drága, jó Istenem, mit kell, várjam meg, és hát hogy tudjam én ezt megvárni ő rajta? Na hát akkor úgy lehajolt, és szépen úgy nagy öltésekkel összevartam a fenekén a nadrágot. Hát ez egy ilyen jellegzetes dolog volt, de utána soha többet, semmilyen nem volt. Nekem legalábbis, amennyi darabot én belecsináltam. Most a 90. születésnapja alkalmából mit kíván a Bárány Frigyesnek? Mindent, ami jó, még erőt, egészséget mindenféleképpen, és hát érjük el a 100-at. Nekem a Frici, ő a színész. Ő volt az ember, aki a társulatba, vagy ha a büfébe fölment az ember, és ő ott volt, akkor valami olyan hihetetlen nyugalmat, eleganciát, biztonságot sugalt nekem akkor én 19 éves voltam, és azt mondtam, hogy hát én ilyen, én színész akarok, most már végképp színész akarok lenni, hát ha ez ilyen, vagy lehet ilyen is, akkor aztán ugye történt sok minden az életemben, tehát én nem lettem Bárány Frigyes, nem is lehetett természetesen. Tehát az első benyomásom az a csodálat, az hihetetlen intelligencia, sárm. Az ő lénye maga volt egy pedagógiai kurzus, ahogy ő létezett itt köztünk. Tehát aki azt nem látta, viszont akihez ő oda ment, segítő célzattal. Ezt én utóbb éreztem meg, hogy ez egy baromi nagy dolog volt. Tehát, mert nem azért ment oda, hogy lecsessze a kollégát, a fiatal kollégát, hanem azért, hogy segítsen neki. És hozzánk
hála a jó Istennek, nagyon sokszor oda jött is. Volt, amikor már itt öltöztem, ő a másik öltözőbe, ment az öltözőbe, bekopogott, illentud, gyere, Tici, parancsolj. És volt, figyelj, Totyám, ott, amikor szerintem próbáld meg, tehát nem a felsőbbrendűségéből, hanem sőt, mint mondom, a hihetetlen szerénységéből, hogy te szerintem, tehát segített. Már az első próbán tudja a szöveget, tehát teljes szövegtudás, és ez lehet kisebb-nagyobb szerep, tehát a szerep nagyságától függetlenül abszolút felkészülten érkezik a próbákra, abszolút koncentrált. Egyszer volt az Aranycsapatban egy változás, hogy a szereplő, én már meg nem mondom, hogy miért, de lecserélődött, és eredetileg fiú lett volna, de aztán egy színésznőre cserélődött le az a szerep, és akkor nem unokaöcs, hanem unokahúg, és elsőként ő jegyezte meg, hogy akkor mit kell átvariálni a szövegbe, és olyan penge pontosan hozta már a próbán. Tehát erre mondom, hogy iszonyú koncentráltan és felkészülten érkezik én mindig a próbákra. És ezt ajánlanám a fiatal kollégáknak, hogy tessék ellesni tőle. Frici bácsi szeret fényképezni nagyon, és réges-régen volt ilyen, sajnos már nincs, hogy évad végén mindig volt egy ilyen egynapos kirándulás valahol, vagy Tiszadada, Tokaj, vagy valamilyen környező kis településen, és Frici bácsi állandóan fotózta előszeretettel a gyerekeket, tehát a kollégáink gyerekeit, és olyan fantasztikus jó portréfotókat tud készíteni, hogy Rékaséknál például évekig az Eszterről az a fotó volt kint kinagyítva a falon, amit Frici bácsi készített róla. Az olyan ember, aki így koncentrál, aki így fordul felém, így mélyed el a munkájában, az jelkép, az idol számomra. Ennek az országnak itt a vadkeleti csücskében, hogy én megismertem, sok évvel ezelőtt idejöttem Budapestről, és megismertem az embereket a kisebb rendűségű érzésükkel, a szorongásaikkal. Mindig azt mondom magamnak, hogy kellenek az olyan emberek, mint Frici bácsi, akiktől önbizalmat kapnak az emberek, akik a jó kedvük lesz, és van kedvük tovább harcolni, és nem is gondolni arra, hogy ők csak simán szabolcsiak is messze vannak Budapesttől, mert itt is vannak nagyon erős értékek, nagyon erős biztonságok, olyan dolgok, amiket tovább kell adnunk a gyerekeinknek. Nem vidámat mondok. A kőszívű ember fiaiban Baradlai Kázmért játszott, a haldokló Baradlai Kázmért, én meg a feleségét. A próbaidőszak alatt halt meg az édesapám. És a premier apám halála után 10 nappal volt. Nem volt könnyű, és minden egyes előadás nem volt könnyű. Pontosan, amikor ilyen szituációk történnek egy próbaidőszak alatt, akkor onnantól kezdve minden előadás ugyanarról szól. Nagyon vigyázott rám. Tudta, az egész társadalom tudta, hogy mi történt. És nagyon vigyázott rám Frici bácsi. És hát eljátszotta azt a párbeszédet, megteremtettük azt a párbeszédet, amit leírtak az írók, megcsináltuk a kettőnk konfliktusát, mert hiszen arról szól ez az első jelenet, hogy van egy haldokló ember, akinek van egy borzalmas végakarata, és az asszony, az anya ezt nem akarja végrehajtani. Nem ilyen volt a kettőnk kapcsolata, de azt, hogy a kettőnk kapcsolatán túl, a szakmai figyelmen túl mennyi emberi gyengétség, hogy mondjam, kavargott itt ebben a nagyon erős és sűrű jelenetben, ez számomra egy nagyon erős emlék. Pályatársaira olyan hatást gyakorolt, hogy eldöntötték, ők is színészmesterséggel szeretnének foglalkozni. Az egész Móri Zsigmond Színház dolgozójának nevében mondhatom azt, hogy ő egy élő legenda köztünk. Mert ő olyan, mint egy szálfa egyenes ember, aki nem csak lelkileg és testileg, hanem így morálisan is egy
olyasfajta világot képvisel, ami ma már kihaló félben van ebben a világban, és nagyon-nagyon meg kell becsülni. Be van fejezve a nagymű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. A pályafutását tekintve én szerencsésnek mondhatom magam, hiszen nyíregyházi vagyok, és gyerekkorom óta járok színházban, 1988 óta, és ő 81-ben, mint alapítótag került ide Nyíregyházára. Tehát mondhatom azt, hogy a nyíregyházi pályafutásának nagyon nagy részét nyomon követhettem. Az első felét, mint nézőként, hát rengeteg előadásban volt részem őt látni, és nagy részt az ő személye is adta azt a gondolatot, ami végül is annak köszönhető, hogy most itt vagyunk a színpadon, és én is színésznő szerettem volna lenni. Tehát az ő személyének köszönhető. Az az érdekes, hogyha Bárány Frigyes nevét említi nekem valaki, akkor mindig egy konkrét kép és adott pillanat jut az eszembe, mégpedig 2009-ben a Krúdy Kamara színpadon játszottuk az Ember tragédiáját. Ő az úr szerepében, én pedig Éva szerepében voltam. És ott az utolsó színben, amikor már Ádám számára is kiderül, hogy Éva várandós, akkor az úr odajön hozzánk, és a kezét a hasamra helyezte, mint egy áldását adva az új gyermek születésének. És ez a pillanat annyira belém égett, már pedig azért, mert ugye színpadi fényben megvilágítva az ő szempárja, égszínkék szeme, és korának ellentmondóan gyermeki tisztasága tükröződött vissza benne, és ez felejthetetlen számomra is, amíg élek elkísér. Na, ölelj meg Ferdinánd! Apámban nagyon kegyes, hogy csak ma te gézek gúzd el. Én legelőször az Árvány és szerelemben, abban a darabban találkoztam vele, amiben ott megmutatkozhattam a nyíregyházi közönség előtt, az édesapámat játszotta a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban, ebben a produkcióban, és utána még nagyon-nagyon sok darab kezdődött így, hogy elsőként Bárány Frigyes neve szerepelt a szereposztási listán a játszók között, majd utána Régasi Károly következhetett. Igenis meghatározó személyiség volt az én talpraállásomban. Nem csak játszótársak voltunk, hanem nagyon-nagyon sok támogatást, segítséget is kaptam tőle. Ez a színpadi létezés, és aztán másik, amit mind a mai napig hordozok magamban, ő egy úriember volt. Egyenes gerinccel, nyílt tekintettel, mindenkinek a szemébe nézett, tehát nagyon-nagyon jó volt az ő közelében létezni. És mindig megfigyeltem, hogy ahogy ebédeltünk, akkor mindig ott hagyott valamit a tányérján. Mindig ott maradtak finom falatok, de csak egy-egy falatnyi. És megkérdeztem, elnézést kérek, de ez micsoda, hogy miért maradott mindig a legjobb falat a tányérodon? És elmondta, hogy nagyon egyszerű oka van, nem hagyom magam, hogy az étel a rabjává tegyem. Én uralkodom az étel fölött, és nem az étel uralkodik fölöttem. Nos, ezt a dolgot én ellestem magamnak, és mind a mai napig így csinálom. Tehát igenis van színpadi örökségem, amit tovább vihetek Frici bácsitól, és van magánéletbéli örökség is, amit tovább éltetek. Én mind a mai napig ott hagyom a legutolsó, a legkívánatosabb falatot a tányéron, hogy ne az étel uralkodjon fölöttem, és ezt nem mástól, mint Bárány Frigyestől tanultam. Ha fiatalabb volnék, még remélhetném, hogy lassacskán méltó leszek a megtiszteltetésre. De ez a mai ünnep sajnos arra is figyelmeztet, hogy erőn fogytál. Öreg vagyok. Papa! A színésztársak mellett a rendezők is nagyon szerettek vele dolgozni. Feleségével, Zsókával, aki a Megyei Lapnál volt újságíró, nagyon-nagyon szimpatikus párt alkottak. Zsóka szerkesztett egy színházi lapot is annak idején, néhány száma megjelent, most nem tudtam előszerezni, de lehet, hogy Nyíregyházán megvan. Tehát én csak azt mondhatom, hogy
Bárány Frici működése mind emberileg, mind szakmailag, színészileg példaértékű, oda lehet állítani őt minden fiatal kollega előtt. Bárány Fricivel először a Ratko Jóska darabjába, a Segítsd a királyba találkoztam. Akkor voltunk először egy színpadon, ő a főpapot játszotta, remek tartással, nagyon szép szövegmondással, nagyon szépen beszél magyarul. Ez a jelenet az Óbéli öreggel van, akit a Hol István játszott. Az Óbéli öreg a panteista életszemléletet tükrözi, a főpap pedig ugye a katolikus hit képviselője, a kettőjük vitája nagyon lényeges, azt mondhatnám, hogy gerince a darabnak, hiszen itt dől el, hogy tulajdonképpen István a katolikus hitet választja. Ez egy remek jelenet volt, Ratko szinte rájuk írta. A Bárány Fricit nagyra becsülöm, és nagyon szeretem. És azt mondhatom, ma ugyanolyan aktívan mindezt, mint azokban az években, amikor együtt dolgoztunk és együtt éltünk. Most felvillantom azt a néhány pillanatot, ami bennem él. Vendégszerepelt a Nyíregyházi Színház Budapesten. Nem emlékszem, mit játszottak, és az előadás végén álltam a színház előtt, és vártam a színészeket. És jött ki a Bárány Frici, és odajött hozzám, és a maga elegáns, szemérmes módján, de mégis meglepő módon, mert meglepő módon a fülembe súgta, hogy életem legboldogabb 10 éve volt. És utána annyira elszégyelte magát, hogy elszaladt. Én nekem is. Én akkor nem volt módom nekem erre válaszolni, mert elszaladt. Ma már tudom, hogy én nekem is a legfontosabb és legszebb éveim ott voltak Nyíregyházán. Ádám, Ádám, elhagytál engemet. Elhagylak én is. Lásd, mit érsz magadban. Dolgoztam, mint rendező Nyíregyházán, és az Ember tragédiáját is csináltam olyan diákoknak szóló előadásban, és Tastai Szaba igazgató megkért, teszte, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha Frici lenne benne az úr, és hát persze nagyon örültem neki. Én kihúztam az utolsó híres mondatát az úrnak, ami úgy szól, ugyebár közismert mondat, hogy ember küzdj és bízva bízzál. És a Frici vel Késhegyig menő vitákat folytattunk. Oda kell tennem, ezt azért húztam ki, mert ezt nem a Madács írta, hanem az Aranyjavasolta a Madácsnak annak idején. És végül is az előadás atmoszférája, hangulata, a próbaidőszak hangulata, hogy végül is miért ne maradhatna ez a mondat, és megegyeztünk, hogy elmondja. Nagyon aranyos volt, mert a bemutatón belebakizott a mondatba, pedig nagyon megküzdött érte. Olyan lelki furdalása volt, ami egészen megrendítő volt számomra. Egészen megrendítő emberi dráma bontakozott ott ki a szemem előtt, hogy az ő számára ez milyen szakmai, emberi kudarc volt, hogy ebben a mondatban ő belebakizott. És ez egy egészen különleges oldalát mutatta meg az ő amúgy is csodálatos karakterének. Szóval ez volt talán vele kapcsolatban a legerősebb élmény, hogy 50 vagy nem is tudom hány éve volt már akkor a pályán. Nagyon rég. Számtalan szerep után, számtalan elismerés után, még mindig képes volt, órákig nem tért magához ebből a lelkifurdalásból, hogy ő ezt a mondatot elrontotta. Szóval, hogy ez olyan emberi nagyság, amivel ritkán találkozott már az ember a pályán. Egyszerű és könnyű dolgozni vele. Borzasztóan nagy a szakmai tudása, széles látókörű, irgalmatlan az a műveltségi fundamentum, ami nő megáll, empátia készség, ami nélkülözhetetlen ebben a szakmában. Én emlékszem arra, hogy mikor először rendeztem Nyíregyházát, megmondom őszintén, hogy legjobban Frici bácsitól tartottam. Az ő hírneve, ő szerepei, mind színpadon, mind tévében, filmen bizonyos szempontból engem sokkoltak. Letermettem ezektől az adatoktól, tényektől, saját élményektől, hogy jövök én ahhoz, hogy ennek a színész óriásnak instrukciót adjak, hogy egyáltalán megkérjem, hogy legyen szíves jobbról balra megtenni 3 métert. És hihetetlen pozitív csalódás volt. Olyan nyitott, együttműködő bölcspartner volt, ami kisugárzott a többiekre is, a többiek hozzáállására is, és az egész darabra is.
És nekem életem egyik kedves emlékeim közé tartozik az a bizonyos Bolhafülbe rendezés, ami az első megmutatkozásom volt Nyíregyházán, és annak sikere abszolút csapatmunka volt, és ennek a csapatnak az élén nem is biztos, hogy én álltam, hanem Bárány Frigyes állt. Minden téren megnyilvánult ez a, hogy mondjam, dojenség. Van az úgy néha, hogy egyik-másik hölgy amáliázik. Mit csinál? Bocsásson meg, nagyságos asszonyom, de nálunk oda át ezt így mondták, hogy amáliázik. Először is Isten éltesse. Végtelenül sokáig. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen gyönyörű szép kort ért meg, remélem egészséges, jól van. És remélem még mindig olyan gyönyörű, mint amilyen volt, mert ugye tudjuk, hogy a Bárány Frici gyönyörű volt. Annál is inkább, mert nekem partnerem volt szinte végig lent Nyíregyházán. Minden darabban ő volt a szerelmesem, ő volt a férjem, ő volt a... Szóval nagyon-nagyon sokat játszottunk együtt, úgyhogy rengeteg élményem és emlékem van róla. Természetesen jó is, meg rossz is. A rosszakat azt úgy értem, hogy volt rengeteg veszekedésünk, rengeteg vitánk, hát amíg egy szerep kialakul, addig nagyon sok van, de végül is az összemlék, amit őrzök, az csodálatos, fantasztikus, gyönyörű, és a fiatalságunk, és a szépségünk, és a tehetségünk, úgyhogy édes, drága, egyetlen Frici, éltesen az Úristen még nagyon sokáig, és nagyon-nagyon-nagyon jó dolog rád gondolni, visszagondolni mindenre. Ő volt tulajdonképpen az első igazi férfi a Nyíregyházi Színháznál. Tényleg gyönyörű volt, slank és hihetetlenül pontos, precíz és nagyon segítőkész. Tartózkodó ember volt, elég nehéz volt az ő bizalmába beleférkőzni, akkor viszont nagyon jó barát volt. Ő tulajdonképpen mintája volt a tisztességes színésznek, aki nem trehánykodja el a szerepet, ő kiboríthatatlan volt a színpadon. Életemben egyszer láttam kiborulni, de akkor nagyon. Elmondhatom, a Balázs Józsefnek a Homok vándorai című darabot játszottuk. A Frici az első felvonás végén egy monológot mondott el, mint katona. Abban az időben volt a színháznak egy rettenetes, szerencsétlen kutyája. Miután darabtemetés volt, és ilyenkor hát rosszalkodnak a színészek, a díszítő gyerekek behozták a kutyát. És Frici háttal állt nekik, ugye a nézőtér felé, mondta a monológot, és egyszer csak hátra nézett, meglátta a kutyát, és egyszerűen én nem tudom, hogy tudta elmondani a monológiát, csak azt láttuk, hogy csurog a könnye. Aztán lement a függöny, és kitört belőle a röhögés. Azt hiszem, ez volt az egyetlen, amikor kiborult. Nála együtt volt a színpadi létezés, pont olyan tartással és tisztességgel létezés volt, mint az a magánéletben. A Család ellen nincs orvosság című előadásban. Amikor én játszottam a orvost, és ő volt az igazgatója a kórháznak, ahol játszódott ez az egész ügylet, a Család ellen nincs orvosság, és ő nagyon szeretett munkáz, nagyon szeret mindig, tehát jó humora is van, ugye? És nagyon-nagyon nagyszerűen tudott úgy ritmust teremteni ebben az előadásban is például, ami megalapozta már annak a jelenetnek a hangulatát, meg olyan felfokozott volt. És mindig látta az ember, hogy ő lép be, hogy ez csak úgy emeli és emeli, följebb és följebb.
Rici bátyámnak azt köszönöm, hogy mindig is úgy gondolhattam rá, és mindig is úgy fordulhattam felé, hogy ez senki mással nem adatott meg, vagy senki máshoz viszonyítva, mert tényleg nekem mindig egy etalon volt, és ezt köszönöm emberileg is, és művészileg. Ifjú korában, amikor még csak néző volt, és nem is gondolt arra, hogy valaha színész lesz, egy-egy színházi élmény után tisztábbnak, könnyűnek, nemesebbnek érezte magát. Visszaemlékezése szerint egy kicsit jobbá is vált ezáltal. Tapasztalt színészként ugyanezzel az élménnyel szerette volna megajándékozni a közönségét. Az én 6 évemnek, amit ott töltöttem, az egyik legrangosabb színésze volt, akire hát nagyon kellett támaszkodjak. Nem csak úgy, mint kvalitás, mint színész, hanem úgy is, mint a színházban való magatartás vagy méltóságnak a példája. Tehát ő még az a színész, akitől el lehet lesni azt, hogy egy színházban miképp kell létezni. Azt gondolom, hogy szép szerepeket játszott az alatt a 6 év alatt, és a 6. év végén pedig tőle kaptam életem egyik legnagyobb elismerését és dicséretét. Amikor elbúcsúztam Nyíregyházától, akkor ő mondott 2 mondatot, és az sok mindent igazolt visszafelé. Úgyhogy most is, mikor Nyíregyházán voltam, az első dolgom volt, hogy találkozzam vele, mert nagyon-nagyon szeretem és becsülöm. És hát nagyon jó, hogy 90 évesen még olyan kondícióban van, amilyet megérdemel. Igenis, lehetnék távol! Hallgass nagyon, kérlek! Kiköpött anyád vagy! Ja igen, pont olyan vagy, mint boldogult anyád. A színház egy elég furcsa intézmény, sok kiszolgáltatottság, sok szomorúság, sok keserűség, sok tű, kétségbeesés. És bolondéria van benne, és az, hogy ő mindig meg tudta őrizni ezekben a helyzetekben a méltóságát, és úgy jelen lenni, hogy semmiféle rossz ízű hisztériákban se pró, se krótha nem vett részt, és mindig alatamos maradt. Van egy ilyen gonosz mondás, hogy aki 50 évet a színpadon eltöltésű mindig színpadra tud menni, és el tudja mondani a szövegét, az már önmagában megérdemel egy Kossuth díjat, az biztos, hogy ez a fizikumot, a szellemet és a jellemet erősen koptató pálya, és hát nagyszerű, hogy a Fritzi ezeket mind meg tudta őrizni. Az első emlékeim még középiskolás koromból származnak. Természetesen akkoriban minden gimnazista bérletes volt, és már ott emlékeztem arra, hogy Fritzi bácsi mennyire különleges egyéniségű színész, mindig olyan tiszteletet övezett, ahogy színpadra lépett. Teljesen más viszonyunk volt, amíg gazdasági igazgató voltam, tehát ott mondhatni a hivatalos formulák voltak csak, de 16-tól ez egy kicsit megváltozott, tehát ott, mikor a szerződtetési tárgyaláson egy konkrét darab, konkrét szerepéről egyeztettem vele, akkor egy kicsit neki is, meg nekem is furcsa volt a helyzet. Meg is voltam nyilván szeptemberben, mint kezdőigazgató, aki Nyíregyháza város legnagyobb színházikonjával ült le egy asztalhoz és kezdett el szakmai dolgokról egyeztetni, de mondhatom, hogy ő egyáltalán nem éreztette velem sem a fiatal koromat, sem azt, hogy korábban gazdaságigazgató voltam. Nagyon kedvesen és nagyon együttműködően tudtunk minden dolgot megbeszélni. Magánéletében is kiteljesedett, férj, édesapa és nagypapa szerepében is. A felesége igazi társa, aki szerkesztői munkájával is segítette Bárány Frigyes életművének rögzítését, hiszen a Tália papja című könyv 2 kitűnő tollú újságíró, Baraskó Erzsébet és Bodnár István nevét dicsérik. Boldog születésnapot kívánunk, Bárány Frigyes! Isten éltesse 90. születésnapja alkalmából! Ember nélkül nem lesz se színház, se film, semmi. Ezért kell embernek lenni.